kiltre, vagy okay. Tudsz enni kósra? Igen, akár majd az is előfordulhat. Na hát elérkeztünk a mai nap végére. Fél öt van, ötre összepakolunk, mert jön itt egy elég komoly vihar. Egy picit beszélnék arról, hogy miket tapasztaltunk. Ugye ma, hogy nem én voltam a szervező ennek a rendezvénynek, és kihasználtam azt, hogy itt vagyok Budapesten, felutaztam, a Zsókával bementünk több bankba is, és céges folyószámla nyitásról érdeklődtünk, illetve kíváncsiak voltunk, hogy az ügyintézők hogyan is élik meg ezt a dolgot, ami itt folyik. Ugye Péter már elmondta, hogy hogy élik meg, és oly sok embertől hallottam már, hogy nagyon szeretnék, ha megoldódnak, hát ezt mi is így tapasztaltuk. Tehát az ügyintézők, a bankbiztonsági főnök, a nem tudom milyen vezetők, mert nem mindenki mondta el, hogy ő neki mi a titulusa, azok bizony elmondták, hogy ők ezt nagyon unják, hogy mi itt garázdálkodunk állandóan. Nagyon szeretnék, ha megoldódna az ügy. Egyelőre még mindig azt mondják, hát ők nem tehetnek róla, én ezt ugye nem így gondolom, hogy nem tehetnek róla. Azzal, hogy hallgatnak, ugye hogy is szokták mondani, hogy vétkesek közt, cinkos, aki néma, mert hogy el kell mondaniuk, hogy mi történt, hogy történt. A Rafiba kaptunk egy ragasztószalag tekercset is, a beszélgetés közben ezt szavazta meg a kollektíva, azt kérték, hogy ne a Rafira ragasszunk vele, ezt meg tudom ígérni, mert oda nagy tekercsel fogunk ragasztani ezután is. Nyilván ez nem működik úgy, mint a honfoglalásnál, hogy egy ragasztó tekercsel megvesznek minket. Mindenütt elmondtuk, hogy egy módon tudják ezt megszüntetni, ha korrekten elszámolnak, nem úgy, ahogy a megalkuvó, hazáruló kormányunk kitalálta, az elszámolás alapja az, hogy nem volt árfolyamkockázat, nem nincs kamatemelés természetesen, és az összes kárunkat fizessék meg. Azt a kárunkat is, amit nem mi szenvedtünk el személy szerint, hanem azok a vállalkozások, ahol nem tudtuk elkölteni a pénzünket, mert kiraboltak. Kétszeresét, háromszorosát vették el. Az összes magyar ember kárát fizessék meg ezek a mocskok, és akkor természetesen nem fogok itt rohangálni a körúton, mert van más dolgom is, nem fogok fölvenni békajelmezt is, csak farsangibálon legfeljebb, hogyha éppen úgy alakul a dolog, de mindenképpen mindaddig ki fogunk tartani, és kőkeményen fogunk haladni. Tehát a banki ügyintézőknek, hitelközvetítőknek és mindenkinek, akinek tele van a fasza velünk, azt üzenem, hogy jöjjön el akár jövő hét kedden a tényfeltáró fórumra, a Krisztina Hotelben, a Veres Péter utca 79-be, 5 órakor kezdünk, lehet feltenni kérdéseket ezzel kapcsolatban, lehet csatlakozni, hogy elmondjuk azt, hogy az ügyfelek nem tudhatták, hogy ekkora kockázatot vállalnak, mert nem mondták el nekik, én magam sem mondtam el senkinek, tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki az én régi ügyfeleim közül látja ezt a videót, mindenképpen jól jön oda el, mert ezt ő a bíróságon fel tudja használni, ugyanis egyértelműen tud arra hivatkozni, hogy Apóka Laci ezt nekem nem mondta el. Mert én el fogom mondani, nem mondtam, mert hát én se tudtam. Engem is átvertek, és ugyanígy vagyunk a többi ügyintézővel is. Senki nem tudta. Ezt egyedül a bankvezérek, de lehet, hogy nem a magyarországiak tudták, bár azért van egy-kettő, akiknek az arcukat ma délelőtt használtuk, azok biztos, hogy tudtak róla. Azt a videót, az külön az a kérésem mindenkitől, hogy ezt teljesen külön kezeljük, külön fel is tesszük, és osszátok. Ez nagyon jól megmutatja, hogy a bankárok hogy állnak ehhez a világhoz. Úgy állnak, hogy ők bárkit hajlandók akárhányszor megölni, bárhányszor képesek kamatot emelni, elveszik a földet, elveszik a házat, és Magyarországot oda akarják adni Júdásnak. De mi nem hagyjuk, mert itt élünk ebben az országban, újból és újból nekifutunk ennek. Egy hét múlva Zalaegerszeg, ugye most már az összes bank tudja, mert itt elmondtuk nekik. Jön igen, az UniCredit bank biztonsági főnöke természetesen ott lesz, szerintem az összes többie is ott lesz, hiszen így is nagyon kivannak a tecáéktól, amikor 3-5-7-en mennek ki. Ha innen még megtámogatjuk őket egy 30 fővel, akkor Zalaegerszeg lehet, hogy fejre áll. De mindenképpen nagyon izgulnak. Utána pedig a következő nagy akció, az pedig augusztus 15-e, deviza wellness, avagy nyaralás a Járda szigeteken. Ez pedig valószínűleg a nyugati téren lesz, hozzatok lavort, fürdőruhát, megmutatjuk, hogy a devizásoknak, ha csak ez jutott, akkor is meg tudjuk oldani. Nyilván ott is lesznek kérdéseink a bankokhoz,
ott sem én leszek a szervező, helyette pedig felteszem azokat a kérdéseket, amikre nekem szükségem lesz, hiszen semmilyen törvény nem írja azt elő, hogy én nekem reggeltől estig egy demonstráción ott kell maradnom, nyugodtan elmehetek, majd visszajöhetek, és megint elmehetek, és megint visszajöhetek, ahogy ma tettük. Mindenkinek kívánom, hogy érezze jól magát a hétvégén, nagyon hősök vagytok, nagyon kitartóak vagytok ebben a melegben, és ne felejtsétek el, kedden Krisztina Hotelben pénzpiacáról fórum, gyertek, kérdezzetek, vagy csak jegyzeteljetek, sok érdekes dolgot fogtok hallani arról, hogy a tájékoztatás hogy működött, a jutalékrendszer hogy működött az oktatás, mit mondtak el, és hogyan is vizsgáztunk mi, hitelközvetítők a bankoknál, és mi az, amiről számot kellett adnunk. Köszönöm, sziasztok, jó utat!